1975. október 1-én Torontóban az UNESCO elfogadta Jenuhi Menuhi javaslatát, legyen egy nap, amely a muzsika fontosságára hívja fel a figyelmet. Menuhin elképzelése szerint a zene a zaj antitézise. Ekkor a világhírű karnagy az EN zenei tagozatának volt elnöke, és így tett javaslatot a világnap bevezetésére, amit a szakma támogatott. Bár a muzsikusok azt állítják, a zene ünnep a világnap nélkül is. De fontossága egyre nő abban a világban, mely egyre inkább eltávolítja egymástól az embereket. Ahhoz pedig, hogy az igény megszülessen az emberben a mindennapi zene után, gyermekkorban kell megalapozni. Ehhez a családokban és az oktatásban kell lépéseket tenni ideje korán. Ezt már Lakner Tamás, a közismert Célkiáltó Együttes alapítója, a Pécsi Tudományegyetem dékánja mondta azt a rendkívüli énekórán, melyen a garais diákokat oktatta a zene és az élet kapcsolatáról. Lakner Tamás az állandóság és a változás viszonyát próbálta a zenén keresztül megértetni a hallgatósággal. A művészeti nevelés eléggé ki van szorítva az iskolákból, ami nagyon nagy baj, mert azt gondolom, hogy teljes ember csak úgy lehet nevelni, jó testi, szellemi nevelés, az annak megvan a tere, de a lélek ápolása az hiányzik, így lenne teljes a dolog, és ez sajnos nagyon egy jó dolog. Ez a legfontosabb pedagógiai tevékenység ilyen esetben, hogy meg tudjam járni a gyereket annak az ügynek, amit én szeretnék képviselni. Én a Filharmónia Magyarországnak az ifjúsági koncertjeit, és én szerkesztem és vezetem is nagy részt, tehát bejárjuk minden évben 3 megyét, ez kb. Olyan 60 koncertet jelent. Hát igen, ez egy misszió. Így mondom, próbálkozunk. Hát valamit tenni kell, mert borzasztó nagy az ellenállás ez ügyben. Az ellenállás most úgy értem, hogy a média ellenállása, hiszen a média többségében nem az értéket közvetíti, pedig hát neki kellene úgy csinálni a dolgokat, hogy az ízlés megfelelő irányba formálják, de itt ugye az üzlet meg egyébek hát közben játszanak, ezt tudjuk. A középiskolások láthatóan meglepődtek, de élvezték a különleges foglalkozást. Nekünk ezen a feladatunk, hogy kinyissuk a szemüket, a fülüket erre a világra, hogy ez mennyivel értékesebb, mennyivel többet ad, mennyivel többet tud hozzátenni a személyiségemhez, a személyiségem fejlődéséhez. Tehát nyilván itt ennek a dolognak ez a feladata. A Szekszárdi Kamarazenekar minden ünnepen olyan koncertet ad, melyre meghívja a Szekszárdi Zeneiskola egykori tanítványait. Földesi Lajos, a zenekar művészeti vezetője azt vallja, ha egy zenész játszani kezd, megváltozik körülötte minden. Mióta Menuhin javasolta október 1-ét a zene világnapnak, azóta nagyon nagy változás történt a világban. Hosszú évtizedekig a zene világnapjáról csak belső körök, idézőjebben persze belső körök, de nem tudott mindenki, egész egyszerűen nem tudott mindenki. Szekszárdon a zenéskával együtt mi kezdtük el, a kamarazenekar kezdte el a zene világnapi koncerteket. Nem a kezdetétől, tehát nem 84-es alakulásunktól, hanem jóval később, valamikor a 90-es években. Az, hogy közben egésznapossá vált a zene világnapi koncertek, ad hoc koncerteknek is a sora, ez egy nagyon örvendetes hír. A kínálat, a túlkínálat, én azt hiszem minden területen ez a legnagyobb veszélye annak, hogy bizonyos dolgokra fel tudjuk hívni a figyelmet. Én azt figyeltem meg, hogy volt egy időszak, amikor, és most is ezt mondják a zeneiskolai tanárok, az igazgatók, hogy egyre kevesebb gyermek akar foglalkozni a komoly zenével,
ez a mi felelősségünk, mert azok, akik ezeknek a gyerekeknek a szülei, azokat már mi neveltük. Bizony, ugye a 30 körüli 25-35 éveseket már mi neveltük. Tehát, hogyha valami elromlott, akkor nem csak a média tehet róla, hanem mi is. Épp ezért nem tartom jónak, hogyha nem beszélünk eleget ezekre a dolgokról. Viszont azt kellene csinálnunk, hogy minél hamarabb megfogni a gyerekeket. A nap szervezője a Pécsi Tudományegyetem. Solymosi Péter trombita művész is a szervezők egyike volt, aki maga azt vallja, a szülői példamutatás vezetheti a gyerekeket az igényes zene felé. A család az nagyon fontos, és az első szerepen van, de az iskolának is mellé kell állni, hogy kinyissa azt a látókört. És hogyha például egy osztályfőnök, egy pedagógus elviszi, vagy segíti abban a növendéket, hogy egy koncertre eljusson, és esetleg magyaráz neki, mesél, beszélget róla vele, akkor ez még nyitottabbá teheti ezt az utat. Akit nyitottá tesznek valami iránt, az nyitottabb lehet később. Nekem is van saját példám, nekem is van gyermekem, és nem tuszkolom be ezekre a koncertekre, de mégis, amikor a nyáron eljött, és ő meghallgatta ezt életében először, hát hiszen még csak 10 és 9 és 3 évesek a gyermekeim, de a 9 éves fiam sírásba tört ki, hogy ő neki annyira tetszett. Én azt hittem, hogy teljesen más oka van, hogy fáradt, vagy már menne, de kiderült, hogy azért tette ezt, azért érzékenyült el, mert neki nagyon tetszett ez a dolog. És én nem erőltetem, tehát Isten látja a lelkemet, hogy otthon nem nagy kanállal verem bele a klasszikus zenét, de mégis azt gondolom, hogy persze hallja, de nem olyan nagy dózisba, de megérinti, nagyon megérinti, és ezáltal nyitottabb is lesz rá biztosan egész életében. Menuhin azt mondta, a zene segítségével az emberek olyan dimenziókat tapasztalhatnak meg, mely a lét alapvető lényegét hozza el a befogadó számára. A zene dekódolásának tanítását pedig minél kisebb korban érdemes elkezdeni annak érdekében, hogy élvezni tudja az ember egész életében.